Ercse Illenke egy különleges világ megalkotója, munkáiban valós vagy egy képzeletbeli falu szereplői jelennek meg, fogalmazott köszöntő beszédében Zakar József keramikus művész. Külön-külön szemlélve ezeket az alakokat, személyiségeket, karaktereket, arcvonásokat, privát életutakat látunk, de ha egymás mellé rendezzük ezeket a szobrokat, akkor megszűnik önállóságuk, együtt alkotnak közösséget. Fiatal arcok, öreg vonások, munkában megfáradt testek, párok, családok, pajzán jelenetek, sora tárul most elénk. Az alkotások a paraszti élet mindennapjaiba kalauzolják el a szemlélődőt, folytatta. Egy letűnt időszak karakterei elevenedtek meg Ercse Illenke kezei alatt. Az alkotót nemrég külön díjjal jutalmazták. 2016 karácsonyi ünnepkörének időszakában megrendezett 23. Betlehemi Jászó című országos pályázaton munkáját külön díjjal jutalmazta a zsűri. Műveit 120 határon túli és hazai alkotással együtt a Budai Várban, a Magyarság házában mutatták be. A Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium dísztermében Rónai Gábor által rendezett kiállításával ismét láthatóvá válnak munkái. Az ünnepélyes megnyitón Ercse Illenke is felszólalt. Egy verset mondott el, mely leginkább összefoglalja hitvallását. Egy parazsat, amit magamba hoztam, néha lángra lobban. Kioltani nem lehet,